Kedves közönségünk, bemutatom testvérbátyámat, Reichert Lőrincet, Tóth Lázsonyáknak nem kell bemutatni. Szeretném elmondani azt, hogy ne várjanak tőlünk nagy csodát, mert igaziból hármunknak kellene itt állni. Hárman zenéltünk korábban, a korábbi években. Cimbalom, klarinét vagy szaxofon és a harmonika. Azonban a cimbalmos bátyám egészségokból nem tudott megjelenni, és bizony a Lőrinc bátyám is egészségileg eléggé meggyengült, már nem a régi, közel a 80-hoz. Előre is elnézést kérünk a hibákért, de tulajdonképpen nem sok gyakorlatra volt időnk. Másrészt, mire belejönne a fújásba, addigra majdnem megfulladt, szóval nincs szufla. Ez sajnos bekövetkezik, és lehet, hogy az utolsó alkalom, hogy együtt tudunk játszani. Hallgassák figyelemmel. Ezután szeretném megköszönni Heilig Ferinek, a regionál vezetőnek, hogy meghívott bennünket, hogy ezen a szép estén ismét részt vehettünk, és remélem folytatódik, tradícióvá válik. Egy Lendlert, amit édesapánktól tanultunk, még emlékeztünk rá, és valahogy egy kicsit összegyakoroltunk, és utána még egy polkát, a Holzhacker poémot.